Műsorunk támogatója a Hargita Népe. Egy nagyon érdekes jellemzője Székely-Zsombornak a lakosságának az összetétele. Ugye itt valamikor laktak szászok, románok, magyarok, és ennek a lenyomata látszik a házakon is. Igen, nagyon igen, sok igen. Szép szászház van. Aztán a falunak a másik felébe, úgy elkülönülve, tehát olyan szépen van egy választóvonal, onnantól pedig aztán jönnek a székelyházak. Igen, itten, ahogy jöttünk errefelé a központ felül, idáig tartottak a százházok, és itt a legrégebbi, amely 1779 és 1799 között épült. Igen, ez még megmaradt. És ezeken a házokon lehet látni még, hogy valóban itt éltek százok, és ez, hogy el is különült az építészeti formában. Sok házat szerencsére láttam, hogy már felújítottak, viszont vannak olyan házak, amelyek lakatlanok. Igen, hogy igen. Az idő fogának vannak kitéve. Mennyiben tulajdonosok tudják védeni ezeket még az épületeket? Hát nem nagyon tudjuk védeni, ez az igazság, mert nincs egy ilyen átfogó terv a megmentésére itt helyileg, és sokan fenn szeretnék tartani, viszont lehet, hogy nincs anyagi lehetőségük, de nagyon sokan rendbe tették, és vagy nyugdíj után, vagy nyáron itt élnek egy-két hónapot. Olyan is van, hogy nyugdíjasok, például Bukarestből hazajár, és itt ír nyáron, télen visszamegy Bukarestbe, idős hölgy, akkor sokan Sepsiszentgyörgyről, Udvarhelyről hazajárnak, hétvégeken. Hmm. Úgyhogy így van a kapcsolat. Ugyanígy elkülönülve telepedtek meg a románok is, úgy tudom, hogy van egy igen, román igen. Utca. Tehát itt, ha folytatni menjünk lefele, akkor van egy híd, és onnét volt a Román utca, ahol most már inkább magyarok élnek, mert őnáluk is nagyon nagy volt a lemorzsolódás, és a háború után a munkahelyek miatt elmentek is, és a szaporulat nem lett olyan nagy, hogy megmaradjanak az elé. Tehát magyar házak vannak ott is most már többségben. Szeretnénk most bejutni, ugyanis Székely-Zsomborba született Nyírő József 1889-ben, és az ő emlékét őrzi a mellettünk lévő ház, amit gyönyörűen felújítottak, illetve a jobb oldalamon látható az a katolikus templom, ahol annak idején Nyírő megkeresztelték, megpróbálunk a templomba is bemenni, vagy illetve bekukucskálni, amennyiben lehet, mert éppen felújítás alatt van, és eléggé rossz állapotban van az épület. Hogyha pedig előkerül a múzeum kulcs, akkor talán még a nyírő szobába is be tudunk menni, de lássuk, hogy mit sikerül szervezni. Egy hölgy van itten, csak van egy másik kulcs? Csak nincsen telefonszámunk attól. Itt van bent az a hölgy. Lehet, hogy be kéne kopogjunk az ablakon. Halló, halló, jó napot! Megérkeztünk. Addig megmutatom, ja, van egy emlék plakett is.
ide ki is van írva, hogy a látogató láthassa, hogy ebben a házban született Nyírő József író 1889, ahogyan mondtam, és ennél pontosabban július 18-án. Úgyhogy itt cseperedett N4-es osztályos korában ezeken az utcákon, illetve hát fent a Zsombori várnál töltötte az ifjúkorát, hiszen abban az időben a régiek legalábbis úgy emlékeznek rá, hogy bizony nagyon jelentős részt vett a gyermekek életében a Zsombori vár, amelynek az udvarában, illetve a környezetében sokat játszottak a fiatalok. Ma már kevesebbet, de fölmegyünk oda is, és megmutatjuk a várból megmaradt részeket. Jó. Rendben, köszönöm. Lesz kulcsunk? Felhívja a plébánost. Nagyon jó. Igen. Addig szerintem menjünk be a templom udvarba, ahol ugye megkeresztelték az írót, és be lehet valamelyes látnia. Engedem a házikat előre. Tessék, menjek tessék. Én. Tessék. Egyébként most hány római katolikus van a faluban? Hát, most már nincsenek olyan sokan, nem úgy tudom, hogy helyi papus sincs, hanem átjárnak Karácsonyfalváról járát. Tehát teljesen felújítás alatt van mostan a templom. Nem is tudom, hogy a kamerába be lehet-e tekinteni. Hát annyira, ezt teljesen kiürítették. Annyira vizes volt, és annyira ment fel a salétrom, hogy teljesen le kellett verni a falat, ki kellett szedni a padokat, képeket levenni. És akkor tervben van, hogy felújítják? Igen. Tehát egy vizes talajra épült, és az a terve, hogy teljesen le fogják a vizet vezetni, és akkor megjavítódik. A harangja még megvan, ha ezt meghúznám, megkondulna? Megkondulna, hogy nem ajánlatos. Ne okozzunk értetlenséget a faluban, igen. Az édesapja Nyírőnek itt kántor tanító volt, ugye? Igen. És meddig éltek itt Zsomboron? Mert hogy aztán későbbi tanulmányait majd udvarhelyen folytatja, nem? Én úgy tudom. Tehát az első 4 osztálynak a jegyei vannak meg a naplóba. Egy-négy osztályban, igen, a naplóban, és akkor már elköltöztek. Utána költöztek. És őriz a közösség anekdotákat, történeteket a kicsi Nyírőről, aki még itt gyermekként rótta az utakat? Hát nem is ő a közösség őrzi, hanem ő írta le az önélet írásában azt a történetet, hogy majdnem halálából kezdődött az élete, hiszen itt van egy kis patak, Malomárok az udvaron, és ő abba beleesett. Sajnos nem tudunk bemenni az emlékszobába, mert nincs itthon a hölgy, aki vezeti a múzeum részt, de meséljük el akkor, hogy szintén a Nyírő feljegyzéseiből lehet tudni egy másik történetről is, amikor konfliktusba keveredik a helyi evangélikus tiszteletessel? Igen, hát leírja, hogy a tiszteletes úr mindig piszkálta, mindig csúfolta a nevivel, hogy Nyírő, hogy nyírsz? És pont amikor készültek az ünnepségre, a szülők már reggel korán díszbe vágták a gyermeket, Nyírő Józsefet, és közben még az evangélius lelkész jött megbeszélni az édesapjával, mint másik főszervezővel a dolgokkal az Isten tisztelet, ami az evangélius templomban volt, és akkor is a lelkészbe belebújt a kisördög, és elkezdte csúfolni, Nyírő, hogy nyírsz, és akkor hirtelen az utcán felkapott egy követ, és a lelkész felé dobta, az be akart ugorni a kapun, és akkor régen még volt így a kapu fölött egy ilyen tartó gerenda, és bevert a fejét, és elájult. És ő gyorsan felszaladt a templomba, a toronyba, és onnét leste, hogy hogyan keresik itt az udvaron, a kertben, mindenhol, és amikor már látta, hogy végre itt baj lesz, szólni kell, azt mondta, hogy édesapám, ha
megver, akkor leugrok innen. És akkor lecsalogattál, hogy nem bátlok, Józsi, gyere csak le. Persze, amikor lejött, jó, elagyabújáltál. Akkor szigorú volt azért az édesapja. Igen, igen, kemény ember volt az édesapja. Mindig ő neki, ha nem is tudta a többiek a leckét, ő volt a hibás. Tehát akkor lejött, és elmondja, hogy úgy elszavart a tapra magyart a templomba, hogy mindenki nagyon meg volt elégedve, de ő azt mondja, de biztosan, hogy Petőfi megfordult volna a sírjában. Ez a szép keskeny kis út vezet föl a zsombori várhoz, és az érdekesség ennek a várnak, hogy nem igazán tudják betájolni, hogy mikor építhették. Vannak feljegyzések, ahol ez 1300-as évek, második feléről beszélnek, aztán lehet olvasni olyat is, hogy az 1500-as években. Mi az igazság? Tehát az első írásos adatok 1600-as évek, 1692-ből van. Akkor a másik verzió gondolom arra spekulál, hogy itt a kőhalmi vár, igen, meg igen, a többi vár korában igen, épült, igen, és igen, akkor igen, kellett igen. Ez is. És a vár legendája is, hogy a tatárokkal... Hogy van a várnak a legendája? Mert olvastam, hogy van, csak nem találtam meg a legendát. Tehát a levéltárban van egy olyan legenda, hogy a várat védték a tatárokkal szemben, és a vár kapitánya szerelmes lett egy hölgybe. Ajaj, szerelmi történet. Uh-huh. Viszont a fiú rabságba esett, és elvitték fogságba, és a leány utána ment. És amikor hazakerült, akkor derült ki, hogy igazából nem is belé, hanem a húgába szerelmes a fiú. És akkor ő kolostorba vanul, és akkor a húgának adja a fiút. Egy evangélikus lelkész írásai alapján leírja azokat az időszakot, amikor a pesti stombot, hogy onnét a templomdombról egyszerre 20 embert is temettek. Egy nagy pestis járvány, és egyébként akkora tartják, hogy a szászok eltűnnek a településről, és én egy ilyen történetet olvastam, de ő már említette, hogy erről önök nem tudnak, hogy az úgy lett Székely Zsombor, a korábbi szász Zsombor, hogy az egyik hölgy, aki túlélte a pestis járványt és elvesztette a férjét, újra férjhez megy, egy székely emberhez, és onnantól datálják, hogy akkor Székely Zsomborként igen. Megy tovább. Mi pedig a falu neve. Azt tudjuk, hogy a szászok előtt voltak magyarok, akkor jött a betelepedés második Endre idejében, és utána újból a pestis után jöttek a környező, mivel itt szabad földeket kaptak a magyar székely emberek. Nagyon érdekes hagyomány is volt Székely Zsomboron, azért mondom, hogy volt, mert már úgy tudom, hogy nem tartják, de valamikor pünkösd idején itt kint a dombtetőn kakaslövésre gyűltek össze a helyi vadászok főként. Igen. Honnan jött ez a kakaslövés, ez a hagyomány? Tehát a hagyomány, onnét tudjuk, hogy onnét jött, hogy a tatár idő idejében a falu népe elbújt, és reggeli kakasztó elárulta őket, és a tatárok
el. De akkor szegény kakas ellen nyomán, onnantól üldözve volt. Ennek az emlékére azt lehet mondani, egyedül álló kakas lövés van itt Székelyzsombor, hiszen valódi vadász fegyverrel lőtték a kakast, és az úgy volt, hogy ezen a területen ittan, ahol vagyunk, levertek egy szölöpöt, és egy körülbelül 2 méteres zsineggel meg volt kötve a kakas. Hát azért akkor... nem adtak nagy előnyt a kakasnak. A vadászok biztosan menjenek, akkor megkötötték a távolság 100 méter volt, tehát 100 méterről kellett. Nem oda ment is puf, hanem 100 méterről kellett eltalálni. És természetesen megvolt a vadászokban a huncúság, hiszen ők öntötték a golyót, hogy nem éppen olyan jó vittek azok a golyók, vagy akivel meg akartak viccelni, a tölténybe tollat tettek, és az széjjel röpült attól, és az rohant, hogy megvan, megműtte, és közben nem, egyáltalán a kakas nyugodtan tovább virult. Az ön kedves felesége mesélte nekünk, amikor megérkeztünk, hogy önöknek volt egy olyan virgonc kakasa, amelyik túlélt egy-két ilyen kakaslövést. Igen. Hát a felesége az nem árult el, hogy közben az otthon is olyan virgonc volt, hogy bennünk is ránk akart ugrani, és közben én meg riasztottam, kergettem a bottal, és akkor már benne volt. Gyakorlatban volt. Mikor zárult ez a szokás? Hát körülbelül 10 éve, és főleg az volt a fő oka, hogy lőpoligont, lőteret kellett képíteni, és ehhez kellett a rendőrség engedélye is, és ez miatt... Várudvarba beérve érzékeli igazán az ember, hogy ez egy parasztvár volt, és nem szokványos méretű. Vár méreteit hozza. Az nekem kifejezetten tetszett, valahol úgy említették ezt a várat, mint a Székelyi Szász együttélésnek a szép szimbóluma. Mert hogy ugye ezt a falu népe építette, ezt a várat. Igen, a falu közössége építette, és mindig is a falu tulajdonában maradt. És így száll mindig tovább most is a polgármesteri hivatal tulajdonába. És sajnos a terveink, hogy felújítsuk, nem nagyon sikerülnek. Mit szerettek volna? Mit képzeltek el ide? Hogy hogyan működhetne, vagy lehetne része a közösségi életnek? Tehát amelyik tervnek előkészült az előtanulmányok 2000-ben, egy kulturális központ lett volna itten, vagy diáktábor. Tehát erre készültek a tervek, de sajnos aztán elbotlottak a mai világ útvesztőibe, nem sikerült. Utána több vállalkozó is volt, aki kivette volna, bérbe vette volna, egy ideig tartozik is ez a bérleti szerződés, mivel nem tudták semmit, akkor felbontotta a tanács velük. Uh-huh. És sajnos én, mint év romlik, ugye igen, várnak az állapota, úgy tudom, hogy valamelyik évben Kalákában a falu népe a tetőszerkezetet próbálta valamelyest renoválni, de azóta különösebb... Tehát a régebbi időben, még a kollektív időben a falu népe javította, a 90-es években pedig a fiatalok, tehát az a tábor, amelyik van Székelyzsomboron, azok a fiatalok és a helyi fiatalok próbáltak a tetőzeten és a falakon javítani. És azóta sajnos azóta semmi. Azóta sajnos semmi, mert mondom, hogy a tervek mind kudarcba fulladtak.
Valahol azt írták, hogy talán a kommunizmus idején, vagy utána, következő években bizony még füstöt is lehetett a várfalai közül látni, felemelkedni ugye a magasban, mert hogy valakik itt füstölték a disznóságot. De ez biztos egy ugyanolyan legenda, mint hogy hogyan lett Székely Zsombor székely. Vagy ez igaz, hogy ide kihozták a... Az igaz, hogy hosszú ideig a kolbász, szalonnát, sonkát itt őrizték ebbe a részben. Na, hát akkor erre alapul tehát, ez igen, a történet, igen, igen, hogy igen, szállogált ez valós, a füst a várból. És volt várőr, aki őrizte, mindenkinek volt saját jele a szalonnának, és a kolbásznak, és a sonkának, és egy héten egyszer jöhetett fel, és akkor azt levágta, egy hétre való szükségletet, és az levitte. Éléskamraként igen, használták. Igen, igen, ez a második világháborúba szakadt meg, azt lehet mondani, hogy akkor lett vége ennek az időszaknak. Tehát volt egy ilyen hagyomány itt, hogy itt tartották, mert hűvös, jó hűvös szobák voltak itt, és itt tartották. Akkor rendben volt ez a felső rész, és itt tartották a szalonnát. Lőrések is vannak, úgyhogy bár ugye nem egy katonai váról beszélünk, de valamelyest a védekezést is szolgálta itt a helyi lakosságnak a igen, védelmét, tehát, mert látszanak körben a lőrések. A történetek szerint itt három fal volt régebben, azok lebontódtak, és abból épült a falusi házok, abból a kövezetekből épültek a régi falusi házak. És utoljára volt, az utolsó menedék volt ez a kicsi paraszvár, ide tudtak utoljára bejönni, és próbáltak védekezni. Hát ott már ki is szedték a köveket. Igen, a régi, a mostani idősebb emberek azt mondják, hogy gyermekkörükben itt bujkáltok ki. Igen? Mert egy időben volt ajtója is. Tehát akkor zárt volt az udvar. Volt egy nagy cserefa ajtóval, sajnos aztán a régi rendszerben eltüzelték a juhászok, és utána volt egy vasajtó, azt meg sajnos a mostani rendszerben aztán, amikor itt ez a vasgyűjtés, akkor vitték el. Hmm.